következésképpen, tehát a felek közötti szerződés, a árfolyam és de vonatkozó rendelkezések kivételével érvényes. Ebből következően most már nincs akadálya annak, hogy, hogy a talpedes elszámolást küldjön a felpedesnek is, hogy elszámolás így megtörténjen. Egyébként pedig a hallgatóság számára, akik nyilván ebből szinte semmit nem értett. Ez rosszul érdekli. Azt szeretném most már tárgyaláson kívül, biztos láttak a tévében, többször elmondtam annak idején évekkel ezelőtt. Az érvénytelenség, amikre ezek a perek mennek, ez egy olyan jogintézmény, hogy az érvénytelenségi oknak a szerződés megkötésekor kell fennállni. Ezek a perek nem szólnak másról, mint hogy majd, hogy azt nem mondom, hogy mondva csinált módon megpróbálnak beleakaszkodni bizonyos jogszabályi előírásokba, hogy ennek vagy annak a pontnak nem felelt meg a szerződés. Valójában az önök teljesen jogos sérelmét és problémáját egy a szerződéskötést követően bekövetkezett változás okozta, nevezetesen az, hogy az árfolyamok megváltoztak. Tehát ugye a szerződések alapján az árfolyam kockázat ilyenkor ugye a fogyasztót terheli, kivéve, ha sikerül ugyanezen jogegységi határozat alapján, most nem vitatkozunk, biztos, hogy órákig lehetne, de ez most nem egy lakossági fórum. Tehát a jogegységi határozat azt is kimondta, hogy, hogy egyedül egyetlen egy esetben nem viseli a fogyasztó az árfolyam kockázatot, akkor, ha azt tudja bizonyítani, hogy az erre vonatkozó tájékoztatás nem volt átlátható. Ez a per azonban nem erről szól. Tehát itt kifejezetten csak a HPP-vel ütköző rendelkezések képezték a tárgyát.